ünnepség. A Vármegye háza dísztermében átadták a június 9-én megválasztott vármegyei önkormányzati képviselők megbízó leveleit. Változatlan trendek, idén is a tengerparti nyaralások a legnépszerűbbek a magyar lakosság körében. Sikeres évad, egy év alatt közel 40%-kal nőtt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház nézőszáma. Átadták a június 9-én megválasztott vármegyei önkormányzati képviselők megbízó leveleit. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az ünnepséget a Vármegyeháza dísztermében tartották, az átadáson elmondták, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzati választásrendben lezajlott, a Területi Választási Bizottság június 10-én állapította meg az eredményt, amellyel kapcsolatban nem érkezett jogorvoslati kérelem, így az június 13-án 16 órakor jogerőre lépett. A leadott szavazatok alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlésben a Fidesz-KDNP 17, a Mi Hazánk 4, az Összefogás megyénk kért, és a DK pedig 2-2 mandátumot szerzett. Annyiban hagyományostól eltérő ez a mostani mandátum átadás, hogy októbertől, az alakulás kezdetétől, mikor letették az esküvőket, akkortól gyakorolhatják a képviselők a mandátumokhoz fűződő jogaikat, addig a régi képviselőtestület közgyűlés vezeti a megyét, illetve a megyei önkormányzatot változatlan összetételrel, majd azt követően már az új összetételű testülettel folytatjuk a munkát. Idén már korán sem biztos, hogy kedvező áru ajánlatokat találunk abban az esetben, ha magunknak szervezzük a családi kikapcsolódást. Ez az utazási szakértők egyöntetű véleménye. Az utazási irodákban foglalt nyaralások több szempontból is nagyobb biztonságot nyújtanak. A trendek a korábbi évekhez képest változatlanok, a magyarok elsősorban az európai tengerparti nyaralásokat keresik. A vármegyében élők a Debrecenből induló repülőjáratokat részesítik előnyben, és ez meghatározza a preferált úti célokat. Törökország, Kréta, Korfu idén is nagyon közkedvelt. Már bőven benne vagyunk, hiszen a január-február az nálunk ugye az előfoglalási kedvezmények időszaka volt, és most már, hogy közeleg az iskolaidő vége, akik még eddig nem foglalták le a nyaralásukat, azok most gondolkodnak rajta, hogy akkor a gyereket milyen táborba írassák be, mikor, és a családdal mikor menjenek el nyaralni. Tehát most már ezt az időszakot éljük, úgyhogy úgy gondolom, hogy most már mindenki gondolkozik a nyári nyaraláson. A trendekre vonatkozólag pedig el tudjuk mondani, hogy nagyon nem változtak a trendek, hogyha a repülős utazásokat nézzük, akkor Törökország és Görögország még mindig a magyarok kedvence, illetve autóval Horvátország és Ausztria az, ahova szívesen kirándulnak a családok. A szakember azt is elmondta, hogy a biztonság a legfontosabb. Néhány ország tekintetében erre érdemes odafigyelni és tájékozódni, akár az utazási irodában, vagy más releváns online felületen. Arról is szó esett, mire érdemes figyelni, mielőtt útnak indulnánk. Legyen érvényes okmányuk, amivel el tudnak utazni, és a bejutást lehetővé teszik az adott célterületre. Ez Európán belül az érvényes személyigazolvány, Európán kívüli úti céloknál pedig az útlevél, aminek az érvényességét is nagyon kell nézni. Az útlevélnek mindig hazautazástól még fél évig, tehát 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Kivételt képez ez alól Törökország, ahol most már nem csak útlevél, hanem személyigazolvánnyal is tudunk utazni, de itt elvárt a személyigazolványnál az, hogy szintén hazautazástól 6 hónapig érvényes legyen. Buktatók lehetnek például, ha valamiért lebetegszünk és nem tudunk elutazni, tehát ilyen is előfordulhat, ezért mi szoktuk javasolni az utasainknak az útlemondási biztosításnak a megkötését, ami, hogyha baleset vagy betegség miatt nem tudunk utazni, nagyon nagy segítséget jelent abban, hogy ne vesszen el az utazásra fordított pénzösszegünk. Az is kiderült, hogy ebben az évben nem biztos, hogy az a gazdaságosabb választás, ha magunk szervezzük a családi kiruccanást. Ez pláne az idei szezonban jellemző, hogy nagyon magasak a fapados légitársaságoknak a repülőjegyeknek az árai. Tavaly ez még azért jóval lentebb volt, olcsón tudtunk foglalni repülőjegyeket, ez idén nagyon magas. Úgyhogy általában az utasaink azt vették észre, hogy olcsóbb az, hogyha bejönnek egy utazás szervező vagy utazás közvetítő irodába, ahol komplett csomagtúrát tudnak foglalni, ugye ezek már előre lekötött repülőjegyekkel, előre kötött szállásokkal dolgoznak, mindig kedvező árakat tudnak elérni, mint hogyha saját magunknak nézelődünk idén nyáron az interneten. Ugye egy buktató lehet az is, hogyha mi magunknak foglalunk szállást, és hiába van visszaigazolás a kezünkben, akár utolsó pillanatban is kaphatunk egy olyan e-mailt, hogy bocsánat, de nincsen meg a szállás, mi visszautaljuk az összeget,
nem kell utaznod, vagy nem tudunk téged fogadni. Ilyen szervezőirodáknál nem szokott előfordulni, tehát ugye biztos, hogy megvan a szállásunk, megkapjuk a részvételi jegyet, aminek a birtokában utazhatunk. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy soha ne spóroljuk meg az utasbiztosítás költségét, mert az számos esetben nyújthat mentőövet. A magyar rendőrség hétfőtől vasárnapig az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűrik ki. Sikeres évadot zárt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, a Teátrum 441 előadását 101 ezren látták, ez közel 40%-os nézőszám növekedést jelent a tavalyi évadhoz képest. Szeptembertől a musicalek évada következik, 5 zenés előadást láthatnak majd a nézők, de a programban többek között Kosztolányi pacsirtája, a Királybeszéde és a Játsz újra Szem is helyet kapott. Az van, nekem felírva, hogy Niki köszönti a társulatot. Köszönetet mond a társulatoknak. Jó hangulatban telt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház idei évad zárója. Ez annak is köszönhető, hogy a teátrum a tavalyi évadhoz képest több bevételt könyvelhetett el. A bérletesek száma ugyanis 14%-kal, az össznézőszám pedig közel 40%-kal növekedett egy év alatt. A legnépszerűbb előadás az Életre valók volt, amelyre több mint 11 ezeren voltak kíváncsiak. 441 előadással zártuk az évadot, ami egy kimagasló. A bérletesek száma pedig olyan 16.500 körül van, pontosan ezt most fejből nem tudom megmondani, de a lényeg, hogy ezek nagyon nagy emelkedések az előző évadhoz képest. Bár akkor volt bezárás, de ettől függetlenül ez egy kiemelkedően magas szám. Úgyhogy én bízom benne, hogy ha nem is ilyen mértékben, de a következő évadra is valamilyen mértékű emelkedést tudunk majd mutatni. Idén is kiosztották a legfontosabb elismeréseket jelentő díjakat. Nyíregyháza város Nívó díját Szabó Nikolett színművész vehette át, a Godó díjat Tóth Károly színművész. Az Aranykalapács díjat Polecskó Ildikó fodrásztárvezető érdemelte ki, az Aranyceruza díjat Kordovánné Markó Zsuzsa munkaügyi előadó. A Próteátrum díj tulajdonosa Kis Eszter Júlia és Gulyás Attila színművészek lettek, a Hátsó Színpad Alapítvány díjé pedig Tanyik Zsófia művészeti titkár. Nagyidai Gergő mesterhármassal zárta az évadot, a Kelet színésze és a Lipót díj mellett ugyanis a Móricz díjat is hazavihette. A színművész a díjesővel nem csak az évadot zárta, 20 év után a színháztól is búcsúzik. Óriási munka volt itt a Móricz Zsigmond Színházban dolgozni, felemelő, pusztító, minden, amit a színésznek át kell élnie, az a 20 évben, az 20 évben megvolt. Azt hiszem, hogy ezt főleg a mai nap után, a díjak után, ezt már talán nem lehet fokozni. Nem tudom, biztosan érhettek volna itt még nagyobb örömök, nagyobb szerepek, jó szerepek, rossz szerepek, de szerintem most már itt az ideje, hogy egy kicsit tágítsam a világot magam körül. Szeptembertől a musicalek évada várja a nézőket. Érkezik a Padlás, az Alul semmi, a Rumini Tükörszigeten, az előző évadból pedig az Ankónai szerelmesek és a Nők az ideg összeomlás szélén is repertoáron maradt. Az évad programjában szerepel még többek között a Pacsirta, a Királybeszéde, a Jászt újra szem, a Házassági leckék középhaladóknak, valamint a Legénybúcsú folytatása, az Aranylakodalom is. A bérleteket június 17-e hétfőtől már megválthatják a színház rajongók. Hatalmas tűz keletkezett vasárnap reggel egy ajaki műszaki vizsgaállomáson, a teljes egészében lángoló 650 négyzetméteres épületben 5 jármű állt, 4-et kivontattak az egységek, egy autó azonban kiégett. Az épületben gázpalackokat is tároltak, ezekből 2 a tűz hatására felrobbant. A lángok megfékezéséhez a katasztrófa védelem több egységére szükség volt. A tűzben 2 propánbután gázpalack felrobbant, több gázpalackot pedig kihoztak a tűzoltók, 4 acetilén palackot pedig a rendőrség mesterlövészei hatástalanítottak, lőttek ki.
A kisvárdai, cigándi, baktalórendházi hivatásos tűzoltók mellett a helyszínen dolgoztak az ajaki önkéntes tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, valamint három településről, Kisvárdáról, Záhonyról és Nyíregyházáról érkeztek vízszállító járművek, hogy segítsék az oltási munkálatokat. Pénztörténeti kiállítás nyílt Nyíregyházán a Kállai gyűjteményben a Kossuth bankótól a forintig címmel. A tárlat 100 év fizető eszközét mutatja be az 1848 és 1948 közötti időszakból. A papírpénzek és érmék mellett korabeli széfek és egyéb érdekességek is helyet kaptak a kiállításon. A történelmi különlegességek egészen nyár végéig tekinthetők meg. A legrövidebb ideig forgalomban lévő bankjegy a 100 millió B-pengő. 1946. július 11-én jelent meg, de 20 nappal később július 31-én már be is vonták. A papírpénz őriz még egy rekordot, ugyanis ez volt a valaha készült legnagyobb címletű forgalmi pénzünk. Sok más érdekesség mellett ez is megtalálható a Kállai gyűjtemény pénztörténeti kiállításán. Javarész a kiállításainak a Budapesti Pénzmúzeumtól került, illetve a Nemzeti Múzeumtól, vannak magángyűjtők is, illetve a Kállai gyűjtemény is rendelkezik nagyon szép pénztörténettel kapcsolatos anyaggal, illetve itt még belépett két magángyűjtő is, aki szívesen ajánlotta fel a gyűjteményét, és ezekből tevődik össze ez a gyönyörű szép pénzgyűjtemény, és ki kell emelnünk még a hátunk mögött álló széfeket, amelyek dr. Kállai Nagy Péter magángyűjtőnek az anyagából kerültek ide. A Kossuth bankótól a forintig című időszaki kiállításnak az a különlegessége, hogy 100 év fizetőeszközét mutatja be az 1848 és 1948 közötti időszakból, különösen az osztrák-magyar monarchia idejéből. A manapság nagy ritkaságnak számító osztrák-magyar forintból, illetve a korai osztrák-magyar korona 1902-től nyomtatott címleteiből is látható néhány szép darab. A papírpénzek és érmék mellett korabeli széfek és egyéb érdekességek is helyet kaptak a tárlaton. Verőtöveket is kaptunk kölcsön, amelyekkel a korabeli pénzeket készítették, ezek is unikális daraboknak számítanak, de ami számunkra nagyon fontos az az, hogy a Kállai családból ketten is betöltötték a pénzügyminiszteri tisztséget, az egyik Kállai Benjamin a monarchia közös pénzügyminisztere volt 21 évig, a másik pedig, aki miatt az apropóját adta a kiállításnak, Kállai Tibor, a Bethlen kormány pénzügyminisztere, aki részt vett a Magyar Nemzeti Bank megalapításában 100 évvel ezelőtt. A kiállítást Hergár Eszter, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont igazgatója nyitotta meg. Beszédében elmondta, a Magyar Nemzeti Banknak van az országban a második legnagyobb bankjegy, illetve érmegyűjteménye, és örömmel adták át a 158 darab műtárgyat. Fölhívta a figyelmet a kamatos utalványra és Kossuth emigrációs bankjegyére is. Úrich Attila köszöntőjében kitért arra, hogy a pénz nem csak vásárlásra való, és a fiatal generációnak is fontos megtanulnia jól befektetni. Ha valaki mondjuk kicsit jobban szemügyre veszi a papírpénzeket és az azon lévő grafikákat, az azon lévő művészi értékeket is, akkor láthatja azt, hogy a pénznek nem csak a hagyományos funkciója volt meg a régebbi korokban, hanem volt egyfajta művészi kivitelezése is. Ezért is az ember nem csak úgy gyűjti a pénzt, hogy bankokban vagy esetleg otthon a ládafiában, hanem nagyon komoly gyűjtői kör is kialakult az érmeknek a gyűjtésének a területén. Így azt lehet mondani, hogy a pénz Krisztus előtti 7. századi megjelenésétől kezdve ez egy sikertörténet, hiszen igen, az embernek az életének a nagy része nyilvánvalóan a munkáján keresztül a pénz körül forog. A kiállítás egészen nyár végéig tekinthető meg, június 22-én pedig a múzeumok éjszakája és a pénz témakörét járja majd körbe. Megtartotta a szezon záró rendezvényét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kosárlabda szövetség. A Nyíregyházi Incédi iskola dísztermében az előző idény legjobb játékosait, edzőit és játékvezetői díjazták. Máté János pedig a sportágban végzett több évtizedes munkájáért kapott elismerést. Tavaly hagyományteremtő céllal hívta életre a Vármegyei Szövetség a szezonzáró rendezvényt, így pénteken ismét játékosok, edzők, sportvezetők népesítették be az Incédi dísztermét. A szövetség elnöke szerint több területen is előreléptek az elmúlt hónapokban.
Ha egy mondattal kéne ezt megfogalmaznom, akkor egy fejlődő pályát, egy fejlődő évet mutatott ez. Ez látszik a vármegyei aktivitáson, hiszen újraindult és folytattuk a vármegyei utánpótlás bajnokságot. U10, U11, U12-es kategóriában több mint 300 diákot, gyereket tudtunk megmozgatni. A Contitech Kft. Névadó szponzorként beszállt. A felnőtt vármegyei bajnokságot újraindítottuk 4 csapattal, és tényleg az aktivitás, az a munka, az az összedolgozás, akár bizottsági, elnökségi vagy sportszakemberi szinten, ami kell, az azt gondolom, hogy elindult. Emellett viszont vannak komoly terveink a jövőre nézve. Annak örülök, hogy már a vármegyei utánpótlás bajnokságokban nem csak nyíregyházi egyesületek vettek részt, illetve vannak olyan sportszervezetek, akik megyén kívül, pontosabban megyén belül, de más városokban is folytatnak munkát. Ezt tovább kell folytatni és erősíteni ezt a részt is. De amit még szeretnénk elérni, több csapatot a megyei utánpótlás bajnokságban, duplájára emelni a számát a megyei felnőtt bajnokságnak, és eddig, amilyen financiális támogatást megadott a Vármegyei Szövetség az adott tornák megrendezéséhez, ezt mindenképp fenn kell, hogy tartsuk, még tovább vinni, és erejéhez mérten így kell, hogy a Vármegyei Szövetség működjön. A szövetség 10 kategóriában díjazta az elmúlt idény legjobb játékosait. Mellette egy úgymond életműdíjat is átadtak. A sportágat edzőként, vezetőként több évtizeden át szolgáló Máté János kapta az elismerést. Mind olyan dolog ugrik be, ami az edzésekkel, a szakmai eredményekkel történtek. Ez nem volt véletlen, amikor azt mondtam, hogy 8 edzés is csaltottunk. Voltak olyan időszakok, amikor készültünk nemzetközi tornára, vagy az MB2-re, és mindenki vállalta ezeket a munkákat, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nem csak én nekem kell szeretni a szakmát, amit csinálok, hanem annak a társaságnak, annak az edző csapatnak, aki ezt vállalt, ezt a csodálatos sportágat. Az év edzője díjat az akadémiai kategóriában az NKK 5-ös trénere Ferenci Tamás kapta. U14-es korosztályban a felsőházba jutott a csapatunk. Sajnos az utolsó két fordulóban sérülések és betegségek miatt tartalékosan álltunk ki. Így a 19. helyezést szereztük meg. Reális esélyünk lett volna arra, hogy a legjobb 16-ba jussunk és a B-döntőn vegyünk részt. Hozzáteszem, hogy ez a 19. hely serdülő korosztályban így is az egyesületi rekord. Az U16-os korosztályban pedig régiós döntőbe jutottunk. U16-ban más a bajnokságnak a lebonyolítása. Szeptemberben, amikor játszottuk a selejtezőt, az egyik meghatározó játékosunk 2 nappal a mérkőzések előtt Hibján Ádám bokasérülés szenvedett, félig sérülten tudta vállalni a játékot, és nem jutottunk a főtáblára, viszont úgy gondolom, hogy itt a régiós bajnokság megnyerésével kihoztuk a maximumot, amely azt jelenti, hogy a régiós döntőig jutottunk. Az év asztal személyzet munkatársa díjat Szabados Benedek kapta. Az év játékvezetőjének járó elismerés Nyíri Péter és Makrai Márton vehette át. Az év edzője a lányoknál Farkasinszki Gyuláné lett, a fiúknál a nem akadémiai kategóriában Vajda Tamás bizonyult a legjobbnak. A sportegyesületi különdíjban a Tiszavasvári Sportklub részesült. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A Vármegyeháza dísztermében átadták a június 9-én megválasztott vármegyei önkormányzati képviselők megbízó leveleit. Az átadáson elmondták, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzati választás rendben lezajlott, a Területi Választási Bizottság június 10-én állapította meg az eredményt, amellyel kapcsolatban nem érkezett jogorvoslati kérelem, így az június 13-án 16 órakor jogerőre lépett. Ebben az évben újra közelebb kerültünk a több napos utazásokat, illetően a 2019-es rekordévhez. A trendekben nagy változás nem történt, a magyar lakosság az európai tengerpartokat részesíti előnyben. Az előfoglalások ideje már lejárt, de ezzel elérkezett a last minute utazások kínálta kedvező áru foglalások ideje. Közel 40%-kal több néző, gyarapodó bérletváltás, sikeresnek értékelte az idei évadot a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetője. A teátrumban több mint 60 millió forint jutott fejlesztésre, amelyből a hűtés-fűtés rendszert is korszerűsítették. A következő évadban 5 zenés előadással a musicaleken lesz a hangsúly, de többek között Kosztolányi Pacsirtáját, a Király beszédét és a Játszd újra szemet is színre viszi a társulat. Június 17-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön nem sokára az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!
Kedden sokat süt majd a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadék nem valószínű. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül, napközben 28 és 30 fokot mérhetünk.